Sorban álltak a Tiszavasvári polgármesteri hivatalban a lakossági fórumra érkezők. A rendezvényen elhangzott, nem csak az önkormányzatok, hanem civilek, vállalkozások és nagy beruházások is hoztak forrásokat a megyébe, köztük Tiszavasváriba is. A következő időszaknak azonban újfajta kihívásai lesznek az Európai Uniós források felhasználásában. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kell majd pályázni. Egyébként Tiszavasváriban, hogyha jók az emlékeim, akkor több mint 1 milliárd forint érkezett az elmúlt időszakban. Én azt látom, hogy egyre sikeresebb pályázatokat nyújtanak be, elsősorban a megyéből. 371 milliárd forint érkezett ebben az időszakban a megyébe, amelyet nem csak önkormányzatok, nem csak civilek, hanem gazdasági társaságok, vagy akár nagy infrastruktúrális beruházások is hoztak magukkal. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen arra lesz szükség, hogy jó ötleteket, jó projekteket és fenntartható projekteket nyújtsanak majd be a következő időszakban. A fórumon elhangzott, a következő fejlesztési időszak pályázatainak középpontjában az emberek és mindennapi életük megkönnyítése áll majd.